Szőlősi Lajos 1965. március 24-én született Ózdon. A Petőfi úti általános iskolába járt, majd a 102-es számú Gábor Áron ipari szakmunkásképző intézetben szerzett villanyszerelő szakmát. Zenei pályáját a Cox együttesben kezdte, amelyet Ózdi barátaival alapított. Dolgozott az Egri Gártonyi Géza színházban világosítóként, majd alig 20 évesen Budapestre költözött. Barátaival megalakították a Grund együttest. A fővárosban saját vállalkozásba kezdett, mellette több ismert és kevésbé ismert zenekarban zenélt. 3 éve a Balkán Fanatik állandó tagja. A világ minden táján emberek ezrei előtt játszik. Elvált, házasságából 2 lánya született. Én nagyon szerettem Ózdon élni. Igaz, hogy elkerültem ilyen 22-23 évesen, pontosan nem tudom, de nagyon szerettem, szóval csodálatos volt a gyereknek lenni, meg fiatalnak lenni. A szüleim, mint ahogy ott szinte mindenki a gyárban dolgoztak, úgyhogy egy testvérem van, ő vidéken él, Kisnánán laknak, családdal, ott is 2 lánygyermek van, úgyhogy... De ő is elég sokáig volt Ózdon, tehát ő is ilyen 20 jó pár évig ott élt Ózdon. Már a gyermekkora is a zenéhez kötődik, ahogy ő fogalmaz, egész kicsi korában megmérgeződött vele. Tisztán emlékszem, ilyen általános iskolás lehettem, 30 perc rock című műsor, ilyen nappal a rádión lógtam. 30 perc rock című műsor, Komjáti Gyuri bácsi műsora volt, és épp a Led Zeppelinről volt szó, és család dolgozott éppen a gyárban, hallgattam a rádiót, és akkor igazából oda datálom azt, amikor megkaptam az első injekciót így zenéből kifolyólag, hogy meghallottam a Led Zeppelint még így gyerekként, és így térdre estem a konyhában, és azt mondtam, hogy Atya Úristen, mi ez? Ilyen létezik? Van ilyen? Úgyhogy ez volt igazából így az első hatás így gyerekként. Aztán így tínédzser korunkban, mint ahogy majdnem az összes akkor is rá, tehát vagy fociztunk, vagy zenekar csináltunk, én mondjuk mind a kettőt csináltam, de zenekar csináltunk mi is, persze a csajozás miatt is, de főleg azért, hogy imádtuk a zenét. És hát akkor, ahol éppen nem voltak otthon a szülők, ott próbáltunk, ott zörögtünk éjjel-nappal, amikor csak lehetett, attól függően, hogy dolgoztak a szüleink. És aztán később már ez így kinőtte magát annyira, hogy próbáltunk jobb minőségű hangszereket venni. Kicsit többet gyakorolhattunk volna persze, de hát az kit érdekelt akkor. Minden esetre leszettük azokat a dalokat, amiket szerettünk, és azokat játszottuk. Az első hangszerem az gyerekkoromban volt egy lemezgitár, amivel turnéztem a szomszédban, és a Little Richard énekel című dalt toltam, 3 Damil Huron. Az egy ilyen ekkora pici kis hangszer volt, ezt nem is tudom, talán karácsonyra kaptam, vagy valami, de már eleve, tehát nagyon imádtam ugye a hangszerek zenét. Bármit megnéztem a tévében, ahol hangszerek voltak, tehát imádtam. Én tisztán emlékszem még ilyen táncdalfesztiválra, ahol éppen, mit tudom én, Illés zenekar, amikor én még kisrác voltam, és imádtam. Szóval elég volt, ha csak egy hangszert mutattak a tévében, akkor már kész voltam. Családból, amit kaptam, zenei vénát, az a nagyapám, ő a borsodnádasdi zenekarban trombitázott. És az unokabátyám, unokatestvérem, Sőn Mihály, ő pedig Gizzóacél tag volt. Én egész kicsi gyerek voltam, amikor jártam fel hozzájuk próbálni. És iszonyat élmény volt, ahogy ott már igazi dobszerkót ütöttek, igazi gitárokkal játszottak, és én rendszeresen jártam fel hozzájuk próbára, és itt tátott szájjal néztem még a próbákat. Úgyhogy hát akkor is ilyen Illéseket játszottak, Beatleseket, Rollingokat, ilyeneket. Úgyhogy ez is akkor egy jó kis injekció volt nekem. Szülei nem is tiltották, nem is támogatták zenei karrierjét, ami fontos volt számukra, hogy fiúk szakmát szerezzen. Mind a ketten a gyárban dolgoztak. Aztán nem voltam egyedül a városban gyerekként, sok gyereknek azt mondták akkor, hogy legyen egy jó szakmád, és akkor ágyesz-bugyesz, és akkor így megvan oldva az életed. Ami aztán meg is lett végül is, mert Ózdon 102-es Gábor Áron szakmunkásképzőbe jártam, és én villanyszerelő vagyok, villanyszerelő a szakmám, ott végeztem,
jelentkeztem a szakközébe, Brody, messze a szakközébe, mivel hogy ott puskáztam, ezért nem is vettek föl, összetépték a felvételemet, kicsaptak, úgyhogy én sem voltam azért egyszerű gyerek. Aztán szakmunkásképző, gimnáziumba is jártam, de sajnos oda nem jártam be, úgyhogy onnan is kirakták a szűröm. Úgyhogy igen, hát sajnos abban az időben Ózdon nagyon, nagyon aktív zenei élet volt, ugyanis akkor volt az, amikor jártunk folyamatosan Királyt, Farkasjuk, állandóan koncertek voltak, jöttünk, mentünk, próbáltunk, kijártunk vidékre Királyra próbálni, és hát akkor nem értem rá iskolába járni, úgyhogy valószínűleg emiatt lehetett. Hát mi annó annyira szerettük ezt a részét a dolognak, hogy például azt tudjuk, hogy Ózd és Királyd azért annyira nincs közel, és gyalog kimentünk próbálni, meg gyalog vissza, tehát úgy, hogy hangszerekkel a hátunkon, akár mínusz 20-ba is kigyalogoltunk, és vissza Ózdra, szóval, meg Hangonyra például ugyanígy mentünk sokszor, ha nem volt busz, akkor kigyalogoltunk. És úgy próbáltunk. Szóval az nagyon-nagyon kemény volt. Úgy is hívtak minket, mikor kimentünk Hangonyra próbálni a zenekarral, akkor már így a helyiek, akik láttak minket, hogy na jönnek az ózdi csávok próbálni, akkor úgy hívtak, hogy mindig mondták, hogy na jönnek már a mezei Beatlesek. És szóval azok nagyon komoly idők voltak, az biztos, hogy ott kint próbáltunk, itt kijártunk, de ezt hidegben, melegben, szóval nem számított semmi. Az iskola mellett tehát találtak időt a zenélésre is. Az Ózdi Baráti Társaságból megalakult a Cox zenekar, ami a városban hamar népszerű lett. A Delta volt akkoriban a főszám, ő volt a főcsapás Ózdon. Mi ott kullogtunk mögöttük, de azért így elég komoly bázisa volt, úgy emlékszem, ennek a zenekarnak, úgyhogy jöttek szépen. Ez még mindig ilyen 18 éves korom környéke, 20 éves korom környéke lehetett, talán kicsit előbb is. Csináltunk havonta egy ilyen blues, azt hiszem két hetente havonta csináltunk egy ilyen blues klubot, ahol főleg Rollingokat, Creameket, Hendrixeket játszottunk. El is mondanám egyébként a neveket, Ózdi srácok, és én nagyon büszke vagyok, hogy velük játszhattam annó. Hát a Facskó Attila, ő Pesten van, akkor a Béres Tamás egy nagyszerű gitáros volt, Klicsu Tamás egy nagyon jó herflis énekes, akkor Nagy Barta Peti, aki szintén Pesten él, és a Tóth Feri, ő volt a dobos, ő pedig Ózdon él még, úgy tudom, sőt biztos, és ő mai napig aktívan zenél, és tényleg nagyon büszke vagyok, hogy velük játszhattam anno, úgyhogy nagyon-nagyon bírtam őket. És szóval csináltunk két hetente ilyen bluesklubot a Liszt Ferenc műfházban, és mivel hogy így műfajban akkoriban a Hobo Blues Band képviselte ezt a blues és rock and roll műfajt, így meg is hívtuk őket egy-két ilyen bluesklubra fellépni, játszottunk is velük, kísértük őket, és annyira megtetszett nekik, ahogy játszottuk ezeket a dalokat, gondolom azért, hogy egyrészt eleve nem voltunk olyan profik, nem olyan profi szinten, nem olyan kiművelten játszottuk, nagyon koszosan játszottunk abban az időben. Iszonyat régi cuccaink voltak, régi gitáralapjaink voltak, amik úgy szóltak, mint ahogy azt a 60-as években kellett, hogy szóljon, ahogy a 60-as években mondjuk a Rolling Stone szólhatott. És ezért nagyon megtetszett nekik, így mondták is, hogy elképesztő, ilyet nem hallottak, mi úgy szólunk, mint a Rolling, és meg is hívtak, ezt pontosan nem tudom datálni melyik évben, de meg is hívtak minket akkor a Pecsában, ők minden évben csináltak egy nagy karácsonyi koncertet. És meg is hívtak az egyik koncertet, persze nagyon sok budapesti blueszenekar rácsingózott ezért a koncertért, és ők mégis minket választottak, ennek nagyon örültünk. És meg ez egy óriási megtiszteltetés volt akkor nekünk, hogy kis klubzenekarként, 10x évesek voltunk, 18-20 évesek sem voltunk, és hogy egy ekkora zenekar minket oda meghív, és akkor előttük játszhatunk, nem tudom, x 2-3-4 ezer embernek. Úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt akkor. Abban az időben a Cox együttes mellett a Kék Acél nevű vendéglátóhelyen dolgozott karbantartóként. Hát azok nagyon jó évek voltak, úgyhogy azokat azt imádtam.
és meg hát eleve oda is jártunk szórakozni. Tehát az így én eljöttem, mit tudom én, délután 2-kor, és estére vissza is mentem, mert hát ott volt minden, ott volt akkor annak a Kohász Klub, tehát egy kupacban volt, ott volt a Kohász Bisztró, Kék Acél, és így ott töltöttük a fiatalságunkat szinte, úgyhogy odahordtuk az ösztöndíjunkat, úgyhogy, de az egy nagy tanulmány volt az a Kék Acél, az minden szinten. Műszakváltáskor özöllött a nép ki a gyárból, hegyekben volt rakva a rum, ezekre a kis háromszög alumínium tálcákra. Szóval ez óriási volt, és akkor minden, ez minden műszakváltásnál ott volt, kinnált a sor, a pincérek azok nyomták folyamatosan a pirosat és a fehéret, mert kettőféle ital volt, nem is kérdezték, hogy mi micsoda volt a piros és a fehér. És, de tényleg zseniális volt. Aztán ugyanez volt igazából a Kohász Bisztróban is, tehát ez a kettő hely volt, amit így megleptek így az emberek. Aztán így ott élték a társadalmi életet, ez így az egészen az utolsó buszig, amíg az utolsó kettes busz elment, elvitte őket haza. Ez addig, ez 10-től nem is tudom, 11-ig, évfélig, nem tudom mikor ment az utolsó busz, addig ott szépen mindent megbeszéltek, mi is ott hozzájuk csapódtunk, nagyon sok, mindenki ismert mindenkit, úgyhogy ez egy gyönyörű korszak volt. Pár évvel később Egerben kezdett dolgozni, a Gárdonyi Géza Színházban lett világosító. Onnan a már Budapesten élő Ózdi barátai csábították el a fővárosba egy zenekar kedvéért. Ez volt a Grund. Lényegében a legjobb barátom hívott fel, hogy figyelj, gyere, ezt muszáj, csináljunk valamit. Jó, rendben. Egyébként mind a két srác, akivel csináltuk ezt a zenekart, a Facsko Attila és Nagy Barta Péter, ők a Koxban is benne voltak, tehát nekünk ez már egy nagyon régi ismeretség, és akkor ugyanígy elkezdtük. Szépen összepakoltuk, néha Egerbe jártunk le próbálni, aztán mikor felköltöztem Pestre, már ott próbáltunk, és mivel hogy ez egy alternatív zenekar volt, ugye a 90-es években Budapesten ez így nagyon ment ez az alternatív vonal, Európa Kiadó, URH, Sziámi, tehát ezek ilyen komoly bázissal rendelkező zenekarok voltak. Nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert az Európa Kiadóval két turnét meg tudtunk csinálni ezzel a Grund zenekarral, aztán csináltunk egy lemezt, amivel felvettük az általunk gondolt legjobb dalokat, és sajnos elszúrtuk ott a dolgot, hogy ezt meg is mutattuk, ezt a lemezt az Omegás Benkő Lászlónak, akinek nagyon megtetszett ez a lemez, és azt mondta is, hogy srácok, ebből kéne valamit csinálni, meg mit tudom én, ezt hozzuk össze, csak akkor már mindenki más felé ment, és valamilyen szinten elegünk is lett ebből a közös zenélésből. Nem voltak igazából személyes problémáink, csak valahogy úgy megcsömörlött az egész dolog, újabb mindenki mást akar csinálni, és mire a Benkő azt mondta, hogy na, akkor ezt hozzuk össze valahogy, és csináljuk meg ezt a zenekart, akkor már nem volt mögötte igazából semmi. Akkor már így senkit nem érdekelt, úgyhogy pont amikor így révbe érhetett volna ez az egész dolog, akkor húztuk le a rólót. Budapesten is próbált színházban elhelyezkedni, de rájött, hogy a zenélést komolyan csak úgy lehet folytatni, ha saját időbeosztása szerint dolgozik, ezért vállalkozásba kezdett. Egy rövid ideig dolgoztam egy dekorációs cégnél, ahol megtanultam például a szita nyomást. És ahogy ezt megtanultam, én azonnal le is léptem, mert a legnagyobb szabadságot csak úgy tudtam megadni magamnak, hogyha én csinálom. Hogyha én adok saját magamnak munkát, én keresek, és én adok saját magamnak munkát, úgyhogy így próbáltam, így leváltam így a cégtől, aztán így elkezdtem otthon a saját kis konyha asztalomon pólókat szitázni. Kitaláltam pólógrafikákat,
és zenekaroknak, meg mindenféle cégeknek ott a konyha asztalon elkezdtem szitázni, ami aztán ez később kinőtte magát, de ezzel legalább meg tudtam így vásárolni úgymond a saját szabadságomat, és akkor tudtam menni zenélni, amikor csak akartam, akkor mentem próbálni, amikor akartam, aztán az egy másik kérdés, hogy sokszor éjszaka dolgoztam, hogy azért valamilyen szinten meg tudjak élni ebből a dologból. Én ezt kitaláltam régen, ezt a Vakondgyár nevű, ez egy ilyen pólós brandnek mondják mostanában. Ezt még így nagyon régen, 2000 környékén, és akkor ez így az első volt szerintem az országban is, hogy egy kicsit ilyen retro hangulatú, ilyen viccesebb pólókat csinálni. És nem volt még akkor ilyen, és akkor ezt kitaláltam, és ez így nagyon-nagyon jól működött ez a dolog, nagyon szerették, és ezt így egy jó pár évig csináltam is. De mindig azért a zene volt a fő csapás, tehát amikor feljöttem Pestre, akkor már így több zenekarban is játszottam, így megkeresett más zenekar is. Próbáltam valahogy ezeket így összefésülni, volt egy, akkoriban elég népszerű volt a Fuchsia's Fall nevű zenekar, ahol egy amerikai meg egy angol srác volt, ők ketten írták főleg a zenéket, és velük játszottam még a Grunge zenekar mellett, és az velük is, ők elég sok fesztiválon is játszottak, velük eljutottam, volt egy-két külföldi koncert, Olaszországban, Báriban például egy fesztiválra eljutottunk, ami nagyon-nagyon jó volt. Ez igen, Báriban a Csizmas sarkában, úgyhogy jó sokat utaztunk. Nagyon jó gázsit kaptunk, akkor emlékszem, és egy ózdi haveromtól béreltem egy 1005-ös Polszki volt, és hát úgy, ahogy volt, lehette a gatyánkot, tehát iszonyat volt, de hát végül is egy jó kaland volt az egész. Volt egy metal körökben elég ismert zenekar, volt a Superbat nevű zenekar, amivel játszottam az első lemezt, azt még én velük csináltam, tehát az még egy ilyen közös munka volt. A Superbat az egy, hát azt hiszem most újra működik, de én azt elhagytam azt a zenekart, mert akkor jött nekem család, gyerekek, ilyenek. Jövendőbeliével a Szita nyomás kapcsán ismerkedett meg, a házasságból két lány született. Annyit dolgoztunk együtt, hogy a végén házasság lett belőle, két lánygyermekünk született, ők már most ilyen 13-15 évesek. Úgyhogy hát nem mondom, hogy nagyon sokáig tartott, egy ilyen 5 évet tartott a házasság, aztán utána én elváltam, de abszolút jó a kapcsolat, gyerekekkel, volt feleségemmel is, úgyhogy teljesen rendben van ez a része az életemnek, hogy annak ellenére, hogy elváltam. A kisebbik lányom, ő úszó, de ő már ilyen jövő bajnokai válogatott, tehát ő nagyon komolyan nyomja az úszást, úgyhogy ő már olyan szinten versenyszerűen nyomja, hogy valószínűleg, hogy belőle reméljük, hogy előbb-utóbb olimpiai bajnok is lesz. Úgyhogy a nagyobbik lányom pedig ugráló kötelezik, ami most egy ilyen, gondolom ez valami új menő sport. Nagyon ügyesen csinálja, ilyen akrobatikus ugráló kötelezés, különböző szaltókat csinál, és különböző figurákat, úgyhogy ők pedig járnak fellépni nagyon sok helyre, és most már edzőként is, most már kicsiket edz is, úgyhogy neki is nagyon jó megy ez a dolog, nagyon ügyes. Pályáját a Vas Trabant nevű zenekarban folytatta, rengeteget koncertezett velük, több fesztiválon is jártak. Csináltunk egy lemezanyagot, beadtuk a Metal Hammerba, ahol meghallgatták a lemezanyagot, és a főnök felhívott utána, hogy
felhívott telefonon, hogy te figyelj, én ekkora szart még életemben nem hallottam, ezt majd kisipoljátok. De azt mondja, annyira beleült a fülembe, hogy ezt muszáj kiadnunk, ezt a lemezt. És akkor kiadták. Behívott, kiadták, és ez egy ilyen nagyon eklektikus rockzene volt. Ebben volt metal, volt ska, volt operett, volt minden. Volt nép, minden, amit lehetett, mindent összegyúrtunk. És toltuk is egyébként, ami a csövön kifér, úgyhogy jártunk össze-vissza vele játszani. Volt egy olyan két-három nagyon aktív évünk. Aztán ezzel párhuzamosan csináltam még egy zenekart, ami budapesti undergroundban, ilyen alternatív undergroundban szerintem az egyik legnépszerűbb zenekar, ez a Flash nevű zenekar. Ez egy, hát semmilyen szinten nem nyomja magát a zenekar, se nagyon ritkán koncertezünk például, semmilyen, egy-két dolgot felrakunk a YouTube-ra, és ennek ellenére nagyon népszerű. Tehát bárhova elmegyünk játszani, full ház van, az biztos, szétszedik a házat. Szóval ez mondom 25 éve zenekar, tehát azért ez a zenekar mindig is az akkori regnáló rendszerek, kormányok legnagyobb ellensége volt ez a zenekar. Ez egy ilyen igazi brutál punk, alternatív, underground zenekar. És a lényeg az, hogy valószínűleg az abban rejlik a népszerűsége, hogy mindenkinek beszól, akinek be lehet szólni, annak beszól. És emiatt gondolom. És mondom, bárhol játszunk, szerencsére nagyon sokan eljönnek, nagyon sokan szeretik, úgyhogy ilyen szempontból elmondhatom, hogy szerencsés vagyok, hogy van egy olyan underground zenekarom, ami tényleg az egyik legnépszerűbb a műfajban, meg így úgymond pop vonalban is van egy olyan zenekarom, ami szintén egy ilyen népszerű. Mostani zenekarában, a Balkán Fanatikban 3 éve játszik, de már sokkal korábbra tehető a kapcsolata az együttessel. A zenekarvezető a Jorgosz. Ő annó csinálta, nagyon, már a 70-es évektől kezdve ő már csinálta a Gabe Folklore nevű zenekart, amit én nagyon szerettem, de egészen fiatal koromban, nem tudom hány éves lehettem, 10-10 éves lehettem, amikor már engem ez így elkapott, hogy megvolt az első Gabe Folklore kislemez, én nagyon oda voltam érte. Utána, a Gabe Folklore után ő csinálta a Barbaro nevű zenekarát, akkor én már Pesten éltem, és jártam a koncertjeire. Tehát nem volt Pesten Barbaro koncert, az, amit kihagytam, tehát ha csak lehetett, időm engedte, éppen nem játszottam már zenekarral, akkor mindig mentem Barbaróra. Úgyhogy úgymond, nem azt mondom, hogy azon nőttem fel, de majdnem, mert a Gabe Folklore az már 10 éves korom óta jelen van az életemben, meg a Barbaro is. Tehát folyamatosan a Barbarót hallgattam, és az még egy adalék, hogy hát persze a Jorgoszt ismertem már így a koncertekről is, meg hát a lányok, akikkel jártunk, azok meg unokatestvérek voltak, úgyhogy még ez is egy plusz adalék ehhez. És ja, és egy helyen próbáltunk, a Legymányosi Műfházban próbáltunk. Én akkor a Grundzenek, a Grundal próbáltam ott, ők meg a Barbaróval. Tehát meg ott is valamilyen szinten találkoztunk ilyen heti egy-két alkalommal. Úgyhogy én onnan az ismerettség. Aztán utána évekig nem találkoztunk, mert megszűnt a Barbaró is, évekig nem találkoztunk, én szuperbattoztam akkor, és egyszer csak Szentendrére költöztem a családdal. És mit ad Isten, nyitom ki a kaput, és ki a szembe szomszédát, a Jorgosz.
Úgyhogy így újra összehozott minket a sors. Valószínűleg nem véletlen, nincsenek véletlenek. Újra összehozott minket a sors. Akkor csinálta a Balkán Fanatik az első lemezét, és akkor Jorgosz akkor meg is mutatta nekem. Nagyon tetszett, szóval egy kegyetlenül profi munka, az biztos. Jóval megelőzte a korát, akkor ez a akár hangzásban, akár műfajában. Akkor engem meg is kért, hogy pár dalra tegyek rá valamilyen gitártémát. Azt meg is néztük, de akkor még nem jött el ennek az ideje. Egy olyan 3,5 évvel ezelőtt felhívott, hogy kellene egy tartalékgitáros, egy beugró gitáros. Sok a koncert, ha esetleg mit tudom én, nem ér el a jelenlegi gitáros, aki egyébként egy zseniális, egy nagyszerű gitáros. És ha esetleg nem ér el, akkor én tanuljam meg a műsort, és akkor ha bármi van, akkor beugrok. Jó, rendben, megtanultam a műsort, eltelt egy fél év, és egyszer csak kapok egy telefont, hogy mit szólnék hozzá, hogyha állandó tagként csatlakoznék a zenekarhoz. Hát mondtam, hogy ez abszolút megtiszteltetés, teljesen rendben van. Nagy szeretettel fogadták a zenekarban, mint új tagot, akkor persze még nem tudta, mennyire jó humorérzéke is van a bandának. Ez az első koncerten ki is derült. Megkaptam a műsort, meg is néztem persze YouTube-on a koncertműsort, ott is megnéztem, meghallgattam, megtanultam. És megérkeztünk a helyszínre, aztán így leültünk, akkor még kicsit dumálgattunk minden, így körülbelül hogy lesz, mint lesz, aztán a zenekarvezető mondta, hogy oké, de most egy kis negyedórás blokkal kezdünk. És akkor így leesett az álom, hogy mivel egy tök más negyedórás blokkal, igen, egy másik kis blokkal fogunk kezdeni, amit persze nem tudtam. Úgyhogy lényegében egy tök más dologgal mint amivel készültem. Úgyhogy felmentünk a színpadra, és ez életem legborzalmasabb negyed órája 20 perce volt. Azt hittem, hogy elsüllyedek, próbáltam keresni a harmóniákat, hol tartunk, mi van, hogy van. Próbáltam ott improzgatni valamit. Úgyhogy szerencsére belefér a műfajba ez, mert legalábbis abba a részbe. De hú, amit ott szenvedtem, az rettentes volt. Alig vártam, hogy kezdjük már a rendes koncertműsort, úgyhogy mondtam is, hogy na, ez volt az első és az utolsó koncertem velük, itt megdőltem. Biztos, hogy az lesz, hogy lejövök a színpad, és mondják, hogy na jó, van szevasz, akkor ennyi volt. De szerencsére nem, úgyhogy azóta is velük vagyok, és most, hogyha már ezt bedobják, ezt a blokkot, akkor már nincsen persze gond, de az akkor az rettenetes váratlanul ért. Ez egy ilyen szivatás volt egyébként. Azóta állandó tagként zenél az együttesben, számos emlékezetes koncertet adtak. Egyik ezek közül a Művészetek Palotájában volt, ahol a zenész megmutatta, nem csak gitáron tud játszani. A külföldi színpadokon is népszerűek, Erdélytől Kínáig bejárták a világot. Legnagyobb rajongói mindenhova követik a zenekart, és számára fontos is, hogy személyes kapcsolata legyen a közönséggel. Azt mondja, az egész életét a zene jelenti, soha nem tudott volna más utat elképzelni magának. Amiről az életem szól, azt találtam meg igazából a zenében, mert nem tudnék mással foglalkozni. Tehát akkor érzem jól magam, ha kezemben van a gitárom, és gyakorolhatok, és játszhatok, és gitározhatok. Most megtaláltam azt, hogy ebből élek, viszont nem tekintem ezt munkának. Tehát igazából szórakozom, miközben pénzt keresek.
Tehát miközben fenntartom magam, miközben megélek. Tehát, és szerintem ez a legtöbb, amit így el lehet érni, így ebben a, legalábbis szerintem ebben a műfajban, nem csak ebben a műfajban, mert mondjuk ha egy órás sem tekinti, és szórakozásnak tekinti, vagy örömnek tekinti a munkáját, akkor az a legcsodálatosabb dolog a világon, és nekem az a legnagyobb öröm, hogyha zenélhetek, és főleg, ha még ebből meg is élek, akkor az meg plusz. A zenében a folyamatos fejlődés által szeretne minél többet elérni, az anyagi javak kevésbé foglalkoztatják. Abszolút nem gondolkodom ilyen anyagi dolgokban, hogy most én nem tudom, milyen autót szeretnék, vagy milyen házat szeretnék, vagy milyen nyaralót szeretnék. Tehát viszonylag minimálon is élek, de ez direkt. Tehát teljesen megelégszem azzal, ami van. Ez lehet, hogy nem jó. Nem törekszem többre az életnek azon területén, hogy most nekem minél több dolgot halmozzak fel. A zenében mindenképpen többre törekszem. Egyre jobban próbálom én is fejleszteni és csiszolni magam. És ez maximálisan kielégít engem, tehát az életnek az anyagi része az annyira nem érdekel. Tehát hogyha valami, tudok egy bizonyos életszínvonalon élni, hogy van a ruhám, cipőm, tudok enni, és fent tudom magam viszonylag normális életszínvonalon tartani, akkor ez engem maximálisan kielégít. Tehát azzal nem őrölöm fel az életemet, és nem teszem tönkre az életemet, hogy iszonyú nagy hajtásban élek, és rámegy az idegrendszerem mondjuk a munkámra, vagy a cégre, vagy valami. Amit el szeretnék élni, hogy amennyire lehet maximálisan fejlődni a zenében, zenélésben, és minél több helyen játszani, minél több embernek megmutatni, akár ezt a zenét, akár egy másik zenét. Azt mondja, sok mindenre büszke lehet az életében, főként gyermekeire és szülővárosára. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy ózdi vagyok. Arra nagyon büszke vagyok, azt ha csak lehet mindenhol hangoztatom. Ózd az egy kemény hely, azért ott a gyár, ott azért kemény emberek laknak, akik ott a gyárban dolgoznak, meg mit tudom én, szóval ott nem ingyen adják. És én is láttam egészen gyerekkorom óta, hogy az emberek mit küzdenek a kohóban, a kohónál, ott a 60 fokban dolgozni, szóval azért ott kemény tökös csávok élnek, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen helyről származom. És egyébként meg egy gyönyörű helyen fekszik, szóval ha csak lehet, mindenhol elmondom, hogy ózdi vagyok, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok.